Követnek érzem magam a különböző kultúrák között. Következetesen csak részt veszek a folyamatokban, anélkül, hogy bármibe beleavatkoznék. Ezek Berezki Korsák Katalin kerámikus művész gondolatai, aki pályájának kezdetétől mélységes vonzódást érzett az ősi kultúrák iránt. Elsősorban a pennsylvániai ősi világkép foglalkoztatta, majd mind szélesebb egyetemes kultúrtörténeti tanulmányokat folytatott. 1977-ben berlini nagydíjat kapott. Katalin Korsák tulajdonképpen egy magyar kerámikus nő, Békés Csabán született, de hát gyerekkorától kezdve végül is Németországba sodorta a sors, ott tanult, ott élt, ott alkot, de végül is egy pici kis pont csak Németország számára, hiszen a világ rengeteg táján járt, és nagyon különleges művész. És az az igazság, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy itt az Őrmezei Közösségi Házban állított ki, és ráadásul egy olyan út után, ami Afrikából vezetett egyenesen ide a Közösségi Házban. Afrikában a Mali törzsnél élt, és dolgozott 3 hónapon keresztül, és megtanulta az ott élő asszonyoktól az ősi technikákat. Tehát teljesen abban a natur környezetben, ahogy az esett, bányázták az agyagot, formázták az edényeket, és nagyon sokat tanult tőlük, de mint kiderült, és ahogy a Katalin elmesélte nekünk, ő is tudott nekik valamit tanítani, hiszen a hagyományos kemencét nem ismerték. A kenyérsütésre, főzésre és egyben kerámia égetésre alkalmas kemencék építését megtanította nekik, úgyhogy hívták őt már több helyre. Fantasztikus, érdekes dolgokat csinál a Katalin, és azt hiszem, hogy az itt kiállított tárgyakon, aki esetleg látta, vagy még ellátogat hozzánk, fogja érezni azt a szellemiséget, ami az afrikai ősi kultúrából sugárzik, és át a tárgyain keresztül. Berezki Korsák Katalint az ősi kultúra iránti vonzódás, a természetesség és a nőiesség kérdése foglalkoztatja. A kerámikus művész Európa számos országában bemutatta műveit. Alkotásait láthatók mind csoportos, mind egyéni kiállításokon. A Katalinnak nagyon megtetszett ez a kőtárlat galéria, mert azt mondta, hogy ilyen jellegű környezetbe képzeli igazán kiállítatni az alkotásait, és az az igazság, hogy összebarátkoztunk, egy nagyon nyitott ember, körülbelül a 50-es korosztályhoz tartozik ő is, és nagyon szívén viseli ezt a korosztályt, tehát az idősödő korosztályt, a kreativitás nagyon fontos nekik, a nők, tehát a természettel való közelséggel való kapcsolat, az alkotás, tehát ez mind egy nagyon fontos dolog számára, és ő kitalált egy olyan projektet, tehát egy olyan tábort, amit elsősorban asszonyoknak, nőknek tervez, hogy együttessen a természetes ősi technikák alkalmazásával, tehát hogy mindent magunk kiszedni, megalkotni, megcsinálni, és nem kell hozzá semmi olyan előképzettség, hogy művészeti vagy valóban kerámikus végzettséggel rendelkezzen, hanem képesek az emberek alkotni. Tehát így is. És van egy ilyen terv, hogy esetleg jövőre egy tábor csinálunk, 60 plusz címmel, asszonyoknak, hölgyeknek, tehát aki kedvet érez ehhez a dologhoz, akkor becsatlakozhat.